Csurnai Margit Kórház dolgozóit köszöntötték. A Semmelweis nap ünnepségen dr. Vinicai Zoltán igazgató főorvos mondott ünnepi beszédet, majd elismeréseket adott át. Tisztelt munkatársaim! Ebben az évben sajnos a meghívott vendégeink nem tudtak eljönni. Ennek az egyik oka nyilván maga a járvány közepi előállt helyzet is volt, miután már elfogtak a lehetőségek és más rendezvények is vannak. Semmelweis nap újra, és ez egy rendhagyó Semmelweis nap olyan szempontból, hogy reményeink szerint túl vagyunk az egész Covid járványhelyzeten is, és azt is reménykedhetünk, hogy nyár után sem tér vissza újabb hullám, legalábbis olyan szinten, amilyen szinten a mi kórházunkat igénybe vette ez a járványhelyzet. Először egy pár szót azért mondanék Semmelweisről, de őszintén szólva nem arra készültem, hogy a szokásokhoz híven ismételten Semmelweis életét fogjuk itten taglalni. Bocsánat, ez nem megy. Itt sem megy, úgy sem megy. Már rögtön az elején a technika ördöge. Na. Jó. Oké. Még mindig semmi. Jó, akkor az első diát kérném szépen. Tehát Semmelweis Ignác legfőbb érdeme ugye a számokban látszik. Mint ahogy ebben az egész előadásban is a számokról fogunk beszélni nagy részt, ami ugye a mi helyzetünket is felvázolja, az eredményeinket és a jövőképünket. Ugyanúgy lehet látni, hogy az egyik szülészeti osztályon a gyermekágyi láz és ezáltali halálozás ugye alig csökkent, míg a kék vonal a Semmelweis Ignác osztálya volt, ahol tartósan 5% alá esett ez a gyermekágyi láz és ezáltal okozott halálozás. Ezzel az egy ábrával is ki lehet fejezni azt a zsenialitást, amit Semmelweis személye jelentett. Ugyanakkor Semmelweis év ebben is megállapodtunk egymással, hogy saját munkánkkal, saját törekvéseinkkel próbáljuk méltóképpen megünnepelni Semmelweis Ignác emlékét. Következőt kérném. Tehát a kihívásoknak már a járványhelyzet előtt is igyekeztünk megfelelni. Ennek az volt az oka, hogy a belső fertőzések veszélye egy krónikus rehabilitációs osztályon lényegesen nagyobb, és mindenképpen igyekeztünk a kórházi járványokat megelőzni. Ezért próbáltunk mi is fejleszteni. A külső környezetben nyilvánvaló, hogy nálunk van mit pótolni, hiszen a 90-es években már kiderült, hogy a kelet-európai országokban a várható élettartam és az egészségügyi mutatók sokkal rosszabbak, mint Nyugat-Európában. Ennek nyilvánvalóan az az oka, hogy abban az időszakban, amikor a létező szocializmus létezett és regnált, az embereknek az egészségtudatos magatartását, illetve az egész hozzáállását nagymértékben befolyásolta, és az önkizsákmányolás olyan mértékű volt, hogy ez a várható élettartamot jelentősen lecsökkentette, és ebben még most sem tudtunk kikecmeregni az elmúlt 30 év alatt. Tehát ugye az átlagos várható élettartam a járvány előtt is csak 76 évig emelkedett fel. A nők átlagban azért 4 évvel többet élhetnek, mint a férfiak. Tehát ez nyilvánvaló, hogy a stressz hatás melletti fellépő káros szenvedélyekből is adódik. Mindenképpen ugye nagyon szerette volna sok-sok egészségügyi vezető, miniszter és államtitkár, hogy
valahol megreformálják az egészségügyet. Valljuk be, ez csak részben sikerült. Én úgy gondolom, hogy az egész társadalomnak szüksége van a rehabilitációra, tehát azokat igyekszünk egészségesebbé tenni, akik ezt a krónikus egészségkárosodást annak idején elszenvedtek. És ugyanakkor itt vagyunk mi is, maga az ellátó közösség, ennek ugye a rehabilitációját magunknak kell megoldani a magunk módján, tehát közösségformáló erő voltunk, vagyunk és leszünk. Következő kérdés. Tehát miket tettünk azért, hogy azért az infekciókontroll meglegyen? A víztisztító berendezést bevezettük, tehát abszolút tiszta és egészséges vízünk van. Plazma légszűrő itt is működik, és gyakorlatilag minden kórteremben a kórokozókat írtja. Légkondicionáló berendezéseket vásároltunk, létesítettünk pályázati feltételek alapján is, aztán már saját költségre is. Egyszerre program volt, ami nyilván a felfekvések megelőzésében nagy segítséget jelentett, és beruházásainkkal mindenképpen azt kívántuk elérni, hogy a pályázati források felhasználásával a kórház sokkal egészségesebb legyen, működésnek adjával. Következőt kérném. Időközben jött a járvány, és már az előző Semmelweis napon és a járvány nyedébe telt, akkor ugye éppen elmúlt az a járvány hullám, és megtehettük akár csak most is, hogy összejöjjünk, de hát nyilvánvaló, hogy ezek szomorú ünnepélyek valahol, nem olyanok, mint a régi, de akkor mindenképpen igyekeztük azt, hogy az összetartás erősödjön, a rekreáció fokozódjon, tánckihívásra is készültek a lányok, amit teljesítettek is, és én úgy gondolom, hogy nagyon jól szerepeltünk. A harmadik hullámban már 58 szájon COVID-ellátás volt, és a neurorehabilitációs osztályt és az egynapos sebészet felületét is COVID-ellátásra fordítottuk, és ezen a téren sikeresek voltunk. A dolgozóknak viszont egyharmada megfertőződött. Voltak olyanok is, akik újra fertőződtek, 185 fő COVID-betegünk volt nekünk is. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a kórházon belül kapták el. A döntő többség ugyanúgy kapta el, mint bármelyik másik polgár a családi környezetbe beszivárgott betegség alapján. A járvány előrehaladásával oltópontot kezdtünk működtetni. Ez az oltópont 41.037 oltást adott be összesen, hát ez egy nagyon szép szám, de hozzá kell azt is tenni, hogy áldozatos munkát követelt azoktól, akik részt vettek ebbe, akár a számítógépes téren, akár pedig maga az oltás beadása, akár pedig az orvosi munka. Én úgy gondolom, hogy méretünkhöz képest nagyon szépen teljesítettünk, az oltások száma szépen alakult, nagyon sokan voltak olyanok, akik területileg nem is ide tartoztak volna, mégis ide jöttek oltást kapni. Én nagyon szerettem azt az érzést, ami ott körülvette ezt az egész folyamatot. A személyzet nagyon kedvesen, kellemesen fogadta az oltakozókat, és általában rend volt, nyugalom, torlódás csak néha fordult elő. Tehát kezdetben nyilván azt hitte mindenki, hogy légzőlegeztető gépekkel kell minden beteget kezelni, és ez a megoldás, de gyakorlatilag kiderült, hogy a betegeknek tekintélyes hányadának nincs szüksége lélegeztetésre, hanem megfelelő felügyelet, gyógyszeradás mellett javulni is tud. Ugyanakkor a mi dolgozóink is súlyos fokban túlterhelték magukat, nagyon sokan sokat küzdöttek a többi emberért,
Sajnálatos módon kollégák is megbetegedtek, volt, aki többször is Covid-on esett át, volt, akinek egyéb egészségkárosodása lépett fel, és nagyon nehéz helyzet alakult ki, de úgy néz ki, hogy ennek is most már a végére jutunk. Következőt kérlek. Mindenképpen fejlődni fogunk, és fejlődünk. Tehát több mint 137 millió forintos eszközfejlesztés zajlik most jelenleg. Ennek az eszközfejlesztésnek egy része a Tióba kimaradt műszer utánpótlás pótlása, tehát ilyen a szemészet, ilyen a citológia, ahol műszereket várunk, de főcsapás irány nyilván a rehabilitáció korszerűsítése. Ennek jegyében ugye felső végtagi mozgatórobotokat kaptunk, már ide is ér, sípő mozgatórobotot kaptunk, az is itt van már, beüzemelése folyamatban van, elkezdtük használni. Ez gyakorlatilag azért azt jelenti, hogy fel tudunk zárkózni azok az intézetek közé, akik nyilván már nagy múlttal rendelkeznek, és magas szintű technológiát alkalmaznak a rehabilitációra. Én úgy gondolom, hogy olyan jó gyógytornász állományunk van, fizikoterapeuták is olyan jó tudással rendelkeznek, hogy abszolút tudjuk nyújtani azt, amit a többi intézet, sőt mondhatjuk azt is, hogy ezek a mozgatórobotok, az agyi mágneses ingerlés, az agyi TCDS kezelés olyan új utakat nyújt meg, amivel más nem bír. Ugye van egy álmunk, hogy a fürdőterápiát is valahogy be tudjuk majd hozni a kórházba. Itt még csak tervek vannak, amik reméljük, hogy meg fognak valósulni. Egyelőre ugye a négyrekeszes galván kád már megérkezett, azt helyben tudjuk megoldani, és lesznek még olyan megoldások, amiket nyilván helyben a kórházban fogunk alkalmazni. És az is látszik, hogy ha most olyan kegyes lesz hozzánk a sors és a Jóisten, hogy nem lesz újabb járvány, módunk lesz ugye újraépíteni magunkat, módunk lesz a rekreációra, és elsősorban valahol meg tudunk majd erősödni a közösségben. Ehhez elsősorban az szükséges, hogy ez a szomorú statisztika javuljon, kevesebben betegedjenek meg, többen egészségesek legyenek, és jól érezzük magunkat egymással. Következő. Tehát gyakorlatilag az egészségügy elkötelezettsége az egy évszázados erkölcsi alapokra épül. Tehát Semmelweis is szinte az életét áldozta a betegekért. A későbbiek során is a magyar egészségügy azért igyekezett mindig az élvonalba lenni, és egészen máig Karikó Katalinig bezárólag tudunk olyat nyújtani az embereknek, tudunk a világnak olyat nyújtani, ami kiemeli a magyar egészségügynek a hírét, nevét. Ennek az egyik alapja nyilván, hogy erkölcsileg elkötelezett és a közösségért élő dolgozóink legyenek. A közösség neveli ki az utánpótlását. Tehát én úgy gondolom, hogy azt kellene valahogy elérnünk, hogy minél többen jöjjenek ide gyakorlatra, az új dolgozókat pedig, ha be tudjuk fogadni, és mi tanítjuk sok mindenre meg, akkor tud ugye lépésről lépésre továbbfejlődni nálunk a kórház. Én nem vagyok híve egyáltalán annak, hogy valaki valahol egy végzettséget megszerzett, és a helyi tapasztalatokat, a helyi hagyományokat, a helyi teendőknek való megfelelést még nem tanulta meg. Tehát gyakorlatilag ez az a közösség, akiben annyi jó ember van, és annyi jó képzett ember, hogy ki tudja nevelni az utánpótlását, és ez a biztosíték arra, hogy folyamatosan jók legyünk. Mindannyian tudjuk, hogy most jelenleg egy olyan helyzetben vagyunk, amikor
azok a fiatal nővérek, akik itt nálunk kezdtek, és együtt dolgoztunk, és itt nevelődtek ki, hát most már a középkorú kategóriába kezdenek lassan belépni, és félve várjuk, hogy lesz-e utánpótlás. Ezzel mindenki így van az országban. Itt nálunk gyakorlatilag azért még a helyzet nem olyan rossz, mint országosan. Amennyi a hiány, lassan annyian érkeznek, de azért abszolút nem bánnánk, hogyha sok fiatal venne minket körül, akiket szívesen megtanítunk, akiket befogadunk, akiket is tápolunk, és kinövik itt magukat nálunk. Generációváltás lesz hamarosan. Én úgy gondolom, hogy a meglévő derékhad mellé sok-sok fiatalra van szükségünk. Ehhez nyilván az kell, hogy az a béremelés, ami megkezdődött, és az a társadalmi megbecsülésbeli javulás, ami elkezdődött, ez tovább folytatódjon, és a fizetések emelkedésével paralel azért a jövőkép mindenképpen kialakuljon az egészségügyi hivatással kapcsolatban. Mindenki azért van itt, hogy segítsünk egymásnak, és ebben mindent meg is teszünk, és ez nyilván az egyik jutalom, de mi is úgy akarunk dolgozni, akár szakdolgozók, akár mások, hogy ne azon kelljen gondolkodni munka közben, hogy miből vásárol be. Tehát a létfeltételeket úgy kell biztosítani, hogy az energiáját, a figyelmét a munkájára fordítsa. Gyakorlatilag az, hogy hogyan emelkedhetnek a bérek, meg milyen világ lesz, az sajnos meg kell említenünk, hogy most már azért máson is múlik, háború van a közelünkben, ez a háború ugye inflációt vált ki, ez a háború esetleg még azt is kiválthatja, hogy meglassul a béremelkedés, rosszabbul élhetünk, aggodalommal nézünk a jövőben ilyen szempontból, de én úgy gondolom, hogy reménykedhetek abban, hogy esetleg a béke mégis bekövetkezik, és továbbfejlődhetünk. Tavaly volt az első év, amikor az európai átlagbérnek a feléig eljutottunk. Ilyen helyzet gyakorlatilag a 30-as évek vége felé volt egy alkalommal, előtte meg az 1910-es években volt olyan, hogy a magyar munkásnak, vagy a magyar átlagos keresőnek a bére elérte a felét a nyugat-európaiának. Ez azért is szomorú, mert mindegyik helyzetet akkor értük el, amikor bekövetkezett a háború és a visszacsúszás. Én nagyon remélem, hogy most ez nem lesz így, és béke lesz, és tovább folytatjuk az egészségügy építését. Köszönöm a figyelmet! Dr. Székely Ildikó, adjunktus. Szeretettel. Nagyon köszönjük a munkáját. Puszi nincs. Járványügyi helyzet miatt puszi nincs. Adjunktus asszony a gasztroenterológiai osztályon lelkesen végzi munkáját. A pandémia ideje alatt a Covid Matrix osztályon az osztályvezetőt helyettesítette. Szakmai felügyelete alatt zökkenőmentesen folyt a betegellátás. Az ott végzett ötleten erőfeszítéseiért igazgatói dicséretben részesítjük. Gratulálom! Németh Andrea, ápoló. Köszönjük a munkáját, hogy méltatását. Andi 2018 óta dolgozik a gasztroenterológiai osztályon. Munkája precíz, pontos, lelkiismeretes. Főnővér távolétében a helyettesítési munkát is elvégzi. Feletteseivel és kollégáival jó a kapcsolata. Betegekkel empatikus. Köszönjük munkáját! Édesi Andrea, segédápoló. Köszönjük a munkát. Gratulálunk.
lehetőség. Andi 2018 óta dolgozik intézményünkben. Munkáját legjobb tudásának megfelelően végzi, amit precizitást jellemez. Betegekkel, munkatársaival közvetlen és együttérző. Köszönjük munkáját! Vörös Éva ápoló. Évike, arany szívem, gratulálok szeretettel. Éva, ápolói feladataid ellátásához magas szakmai ismeretekkel rendelkezik. Munkahelyi közösségébe jól beilleszkedett, kiváló alkalmazkodó képességgel rendelkezik. Emberi kapcsolatai jó, munkavégzése során megbízható, pontosságra törekszik, szorgalmas. Szemmel lesz nap alkalmából, dicsérete részesít. Török Attiláné ápoló. Szeretettel gratulálunk. Köszönöm. Köszönöm szépen a munkáját. Köszönöm szépen. Zsuzsa, szorgalmas, szerény, munkája megbízható. Szakmai tapasztalata megnyilvánul a gondos betegellátásban. A betegekkel és munkatársaival a kapcsolata jó. Emellett hozzájárul a jó közösségi légkör megőrzéséhez. Segítőkész, a közösség kedvelt tagja. Köszönjük munkáját! Gyékeiné Tóth Piroska ápoló. Elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ünnepségen. Piri szorgalmával, lelkiismeretes munkájával, empátiájával erős tagja a rehabilitációs osztálynak. Nem csak szakmailag, de emberileg is példamutató a tevékenysége. A hozzáállás a munkahelyén minden esetben lehet rá számítani. Legyen a szakmai munkája, a munkatársakkal, betegekkel való kapcsolata. Méltán érdemes a kitüntetésre. Gratulálunk! Juhász Petra ápoló. Szeretettel gratulálok. Köszönöm a jó munkáját. Petra 2019 áprilisában kezdett dolgozni kórházunkban, az 5-ös számú belgyógyászati osztályon. Ápolónői csapatunk hasznos tagja. Kedvességével gyorsan berúgtam a lelt mindenki szívébe. Csendes, precíz, megbízható, nagy munkabírású. Minden körülmények között számíthatunk rá. Köszönjük munkáját! Kócán Tamásné, vezetőasszisztens. A laboratóriumi vezetőasszisztense a napi munka mellett szervezi az ott dolgozók munkáját. Hivatását nagy odaadással végzi. A munkatársakkal való kapcsolata kiváló. Vezetőasszisztensként segíti a szakma munkaszínvonalának emelését, a betegellátás javítását. Köszönjük odaadó munkáját! Hegedűsné Kovács Anikó, pszichológus. Gratulálok, drága Anikó. Tudnak is nagyon számítunk erre. Reméljük majd örülni fog az új felszerelésnek. Anikó nyugdíjazása után továbbra is vállalta a munkát intézményünkben. Az egészségügyben végzett több évtizedes munkáját mindig lelkiismeretesen, nagy precizitással, magas szakmai színvonalon végezte. Rutin feladatai mellett rendszeresen folytatott tudományos tevékenységet. Munkái tudományos értekezeteken adta elő. További jó éves segítséget, kitartást kívánunk! Burgai Zoltáné, orvosírnok. Igazán köszönjük a munkáját. Vera 2015. októberre óta intézményünk dolgozója. A mammográfia rendelésen felel az adminisztrációja.
adminisztrációért, ahol sok statisztikai adatszolgáltatást is kell nyújtani a felettes szerveknek. A szűrővizsgálatok koordinálását precízen végzi. A páciens a szűrővizsgálat alkalmával először vele találkozik, a kikérdezés során nagyfokú empátiával végzi munkáját. Segítőkész, kollégáival jó kapcsolatot ápol. Szemmel lesz nap alkalmával, dicsérettel részesítjük. Csillagné Rányi Ildikó Mária, takarító. Nagyon köszönjük. Köszönöm a munkáját. Hallgassam meg akkor. Ildikó fő munkaterülete az egynapos sebészet, műtő, nappali kórház. Kiváló munkaerő, megbízható, pontos, segítőkész. Mindig számíthatnak rá a felettesei és kollégái egyaránt. Felelősség teljesen végzi a munkáját. Bízva a hosszú, még évekig tartó közös munkában, dicsérettel részesítjük. Rabiné Csákány Anita, gyógytornász. Így jár, aki hátra ül. Szeretettel gratulálok. Egyes szépen, köszönöm. Így örülök látásának. Köszönöm. Jó? Mindjárt miért adják, hogy... Anita egy évtizede dolgozója intézményünknek. Jelenleg a neurorehabilitációs A-osztályon átvált gyógytornászi feladatokat. Gyermekei születése után 2021. szeptemberében tért vissza a kívánó betegellátásra. A pandémia kapcsán kialakult helyzetben nem csak gyógytornászi feladatokat látott el a COVID-19 osztályon. Amikor a helyzet úgy kívánta, ott állt a beteg ágya mellett, és ápolói teendőkben is besegített. Kedves, szerint, előzékeny jelenével, kiváló szakmai tudásával értékes tagja a betegellátók innen. Gratulálunk a munkájához! Tudós Miklósné, ápolónő. Mártika, szívből gratulálok. Most rám maradt puszit, mert pontoljuk. Jó. Márti, a nyugdíjhoz közeledve rengeteg tapasztalattal, szakmai tudással, élményekkel rendelkezik. A Covid járvány idején több osztályon részt vett a szakdolgozók helyettesítésében, melyet maximális odafigyeléssel látott el. 2021. április óta dolgozik a részés rehabilitációs osztálynak. A helyi sajátosságokat, szakmai elveket hamar elsajátította. Lelkiismeretes, alázatos munkájával, barátságos magatartásával kivívta a betegek és kollégák szeretetét. További munkájához sok sikert kívánunk! Végvárosné, orvosi Éva. Kati közel 10 éve a légzés-rehabilitációs osztály adminisztrátora. Feladataink túl a tumoros és fibrózisos betegek továbbgondozásának koordinálásáról gondoskodik. Jó kapcsolatot ápol többek között a megyei kórház onkotin szervezés irányító tagjaival. Pontos, precíz, munkájára igényes, mindig segítőkész az osztálya, dolgozó, kollégák, a betegekkel. Helyettesíti az adminisztrátor kollégákat, szabadság betegség idején. Részt vett az oltóponton való adminisztratív tevékenységben. Munkájához további sok sikert kívánunk. Benke Dora, konyhai kisegítő, tálalós. Dóra 2014 óta dolgozik a konyhai rendezésén. Munkájában megbízható, szorgalmas. A konyhában minden munkafolyamatot rá lehet bízni, a felelősséggel elvégzi. Feladatai közé tartozik az ebédlőben étkező vendégek kiszolgálása, valamint a szolgáltatási szerződés keretében étkező ételének a kiadalókodása.
Az ebédlőben mindig igyekszik az ott étkezők kívánságait lehetőség szerint figyelembe venni. A konyha területén adódó problémákat lelkiismeretesen jelzi, figyelemmel kíséri. A munkatársaival jó kapcsolatot tart. Munkájára mindig minden körülmények között lehet számítani. Gratulálunk a kitüntetéshez. Maga nélkül nem tudom mi. Köszönöm. Marika 1997 óta dolgozik a kórházban. Kezdetben pénzügyi ügyintézőként, 2007 óta pénzügyi, munkaügyi csoportvezetőként. Lelkiismeretesen végzi a munkáját. Munkatársaival beszámban előzékeny és segítőkész. Végzi az alapítványok adminisztratív teendőit és könyvelését. Az uniós projektek bonyolításában aktívan részt vesz, valamint az idei évben a COVID-járvány folyamatos adatszolgáltatásában közreműködik. Köszönet munkájáért, és további eredményes munkát kívánunk neki. Kis Gyöld Ászlóni, pénzügyi ügyintéző. Szeretettel gratulálok. Köszönjük a munkát. Ildikó 1994 óta dolgozik a kórházban. Kezdetben könyvelőként, majd gazdasági osztályon ügyintézőként, és a gyesről visszatérve pénztárosként. Az utóbbi években több feladatot is ellát osztott munkaidőben. A pénzügyi tevékenységen túl aktívan közreműködik a közbeszerzési ügyek bonyolításában is. Ehhez a feladathoz közbeszerzési referensi oklevelet is megszerezte. Lelkiismeretes munkáját és kitartását köszönjük meg a mai napon. Köszönjük szépen. Pócik Csabáné, segédápoló. Szeretettel gratulálok, köszönjük a munkáját. Zsuzsi 2016 óta intézményünk dolgozója, szociális ápoló és gondozó végzettséggel rendelkezik. Munkájára igényes, körültekintő, szakszerűen látja el a feladatát. Jó kedve az egész osztályra pozitívan hat. A betegek szereti kollégái mindig számíthatnak rá. Munkáját köszönjük! Németné Kis Zsuzsanna, ápoló. Gratulálok szeretettel. Zsuzsi 2018 óta az ápolási osztály dolgozója. Felnőtt szakápolói végzettséggel rendelkezik. Munkájára a határozottság és a jókedve jellemző. Pozitivitása, illetve empatikus viselkedése a betegekre és kollégára is hatással van. Gratulálunk a kitüntetéshez. Gratulálunk. Mindenki gratulálunk. Igen. Minden úrnak egy-egy bor jár. Tessenek parancsolni. Nem akarok átesni itt a mikrofon zsinóban, úgyhogy kicsit lépjenek inkább közelebb. Szeretettel gratulálok. Nagyon jó munkát végeztek. Egészségüket is kockáztatták a járvány alatt. Úgyhogy csak a legjobbat tudjuk mondani. Gratulálunk. Köszönjük szépen a munkát. A beteg szállító munkacsoport 5 fővel, napi 8 órás munkarendben és készállító ügyeletet biztosítva látja el a feladatát. Az elmúlt egy évben a sajátságos helyzet kapcsán többször kényszerült a kórház az osztályt költöztetni, szállni, újraítni, zárófertőtlenítést végezni. Nagyon sokszor azonnali hatállyal és a napi feladatok ellátása mellett kellett a segítségüket kérni, hogy zökkenőmentesen haladjon a munka. Több esetben ezt a munkatársa szabadságának visszahívásával lehetett megoldani. A rájuk bizott feladatokat mindig az elvárható legjobb tudások szerint empatikusan a betegek és a munkatársak megelégedésére végezték. Most a kórházban köszönhetett a munkájukért és kollektív dicséretben részesíti őket. Gratulálom!
idén is, mint tavaly. Én mindig szeretem magukat. Tevékenységüket, a szakmailag kiemelkedő elvárásokat támasztó pandémiás időszakban is magas színvonalon látták el. A járvány következtében megváltozott szakmai feladat végrehajtásában áldozatkészen közreműködtek. Kórházunkban a COVID ellátással kapcsolatos feladatának ellátásában kiemelkedő szerepet játszottak. A kollégák munkáját nagy uradással szakmai elvárásoknak megfelelve végezték. Vállalták a túlórákat, rugalmasan viszonyultak a munkaosztások gyors változásaihoz, mivel a teljesítendő célokat tartották elsődlegesnek. Szakmai feladatokon túl egyéb más feladatokat is elvégeztek. Munkavégzésük és a feladatokhoz való hozzáállásuk példaértékű. Gratulálunk az osztály összes dolgozójának a kitüntetéshez. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elismerő oklevelet adományoz Köműves Zsuzsanna részére. Az oklevelet két kormányzatnak, a NASZ kormány szervezetének elnöke adja át. Köszönöm. Gratulálok, szeretett. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Csornai helyi szervezetének küldöttje. Nagy lelkesedéssel igyekezettel vesz részt a helyi szervezet által szervezett rendezvényeken. Szakmai érdeklődéssel van a jelen, a megyei továbbképzéseken. Ötleteivel, segítségével színesíti a szervezet munkáját. Zsuzsi határozott, karakán magatartásával, szakmai hozzáértésével segíti kollégái munkáját. Ezáltal kivívja a betegek, kollégái és vezetői elismerését. Köszönjük lelkes munkáját! A továbbiakban sok sikert kívánunk, gratulálunk a kitüntetéshez!